Zebegényben a Kálvária domb alján a szerpentin mentén található a szikla kápolna, melyben a legenda szerint egykor egy remete élt. Az ő munkája a barlang jobb oldalán látható gyönyörű kődombormű, amely Szűz Mária megkoronázását és a Szent Háromságot ábrázolja. A remete halála után kibővítették a barlangot és templommá alakították át. Adventkor életnagyságú Betlehemet csodálhatnak meg a kápolnában az érdeklődők. A karácsonyi misztériumra várók pedig immár 15. alkalommal a szikla kápolnában elhelyezett Betlehemnél közösen várták a hírt a megváltó születéséről. Krisztus előtt a 8. században élt júdeai próféta Izaiás Jézus születése előtt 800 évvel megjövendölte a megváltó földre érkezését. Izaiás próféta vagyok. Halljat hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az ember türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékába laknak, azoknak világosság támad. Jézus születésének helyszínére a betlehemi csillag vezette a három nap keleti bölcset. Ragyogása utat mutatott, fénye a reménység sugarait juttatta el a pásztorokhoz és minden néphez. Csáki Tibor plébános atya a betlehemi jászolt, az istállót egyszerűségében is isteni erőtérként emlegette a sziklakápolnánál. Egyedi ez a hely, azt gondolom, az egész országban egy ilyen szép helyen megjeleníteni azt, amit először Assisi Szent Ferenc tett, hogy mint egy újra fölépíteni ezt az istállót, és mint egy visszaemlékezni és újra átélni, hogy az Isten közénk jött emberré lett, és minden évben megünnepeljük ezt így vagy úgy. És ez az egész adventi készület erről szól, hogy mi magunk is fölépítsük ezt az istállót a szívünkben, fölépítsük az emberi közösségünkben, a kölcsönös szeretet tégláiból építsük ezt föl, hogy ne legyen kitaszított. Ugye azt mondja a Biblia, a világosság, mely a világba jött, minden embert megvilágosít. De a világ jobban szerette a sötétséget. Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyen. Ahogy én is, minden elmúlik ebből a világból. A hegyek, a völgyek, a föld, az egek, minden elmúlik. Ti is. Használtatok-e egy picit is, egy percig is az örökkivalónak, mielőtt eltűntök ebből a világból? A sziklakápolna Jézusváró ünnepsége után a zebegényi Havas Boldogasszony templomban tartották meg advent harmadik vasárnapjának szentmiséjét. Dr. Ber Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök homiliájában keresztelő Szent János szavait emelte ki az evangéliumból. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek sarusziát sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Az örvendezés vasárnapjának is nevezzük ezt a harmadik advent vasárnapot. A héten meglátogattam egy nagymarosi idős asszonyt, egy kedves tanárnőt, 95 éves, és ahogy beszélgetünk, pár mondat után már mondja, atya, karácsony volt, amikor a Málenki robotból hazajöttem. 18 évesen. Karácsony volt. És a nagy hittel és nagy meggyőződéssel mondta, hogy az Úristen próbára tette őt. Innen Zebegényből is, Nagymarosról, Kismarosról, sok helyről vitték el akkor a fiatalokat arra borzalmas, kegyetlen rabszolga munkára, a reménytelenségbe, bizonytalanságba. És amikor hazajöttek, felejtettek mindent,
egymás nyakába borultak, és sírva örültek. Karácsonyra készülünk, Jézus születésének az ünnepére, és ez a mai prófétai jövendőlés is az Úristennel való találkozás örömét énekli meg, és ahogy előre tekintünk felnőtt hittel, akár most a járvány idején annyiszor van erre alkalmunk, előre tekintünk azzal a hittel, hogy egyszer az Úristen letöröl a szemünkről minden könnyet. És nem lesz többé gyász, fájdalom, elválás. Ez a mi reménységünk. Mennyből az angyal eljött hozzád.